Ha vannak kérdéseid... Mi a francot keresel te itt, Fred? A válaszokat keresel. A sötét oldal erősebb. Ha szomjazol a tudásra... Na és tudod, hogy hívják a sajtos negyed fontost Párizsban? A hajt a kíváncsiság... Kielégíti a kapcsolatra való igényedet egy genetikusan módosított macska? Elmondjuk a megoldást. Roboraptor. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast. Két férfi, három film, 50 perc. Többnyire. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Roboraptor Podcast következő adásában, ahol újfent egy külön kiadással szolgálhatunk. Jelen alkalommal a Days of the Future Past-tel, az X-Men az eljövendő múlt napjaival fogunk foglalkozni. Mi az, ami az X-Men kapcsán mindig az egyik legfontosabb kérdés, már a képregényekben is, és a filmekben is? Maga a kirekesztettség érzése az, ami ennek az egész X-Men csoportosulásnak a magját adja, amiben nagyon sok minden belevonható, az antiszemitizmustól, a rasszizmuson át, a homofóbián keresztül, egészen a sima mezei depresszióig. Bármilyen olyan ember magáénak érezheti az X-Men történeteket, aki kicsit is eltér ettől a konzumtársadalomtól. Magyarán azok az emberek érezhetik ezt magukénak, akik valamilyen tekintetben nem felelnek meg a társadalmi normáknak, akár és főleg, hogy önhibájukon kívül teszik mindezt. Tehát gondolok itt arra, hogy ha te cigánynak születsz, az ellen nagyon nem tudsz mit csinálni, a társadalom vagy kivet magából emiatt, vagy nem, mert sajnos ilyen világot élünk. És hát a mutánsok azok legtöbbször valamilyen testi jegyek alapján vannak megkülönböztetve, ennél fogva nem csak szuperképességekkel rendelkező mutánsok vannak, hanem tényleg valamilyen testi deformitással rendelkező egyének is, ebbe pedig simán beletartoznak azok, akik mondjuk valamilyen szellemi vagy testi fogyatékossággal küzdenek a nem képregényes létben, hanem a valóságunkban. Jól hallható például, hogy az orrhangom az nem véletlen egyébként. Elmondjam? Mondd el. Mondjam? Coming out-olj egyet. Jó. A Roboraptor Podcast első coming out-ját fogjátok hallani. Én születésemtől fogva nyúlszáj farkastorokkal élek, ami hála a jó égnek egyébként egyre jobban és jobban helyre rázódik, sok-sok műtétnek köszönhetően. És valahogy egyébként pont ilyen 14-15 éves koromban, amikor az X-Men rajzfilmen ismerkedtem meg én előbb, akkor volt nekem pont ez, amit az előbb mondtál, egy ilyen nagy felismerés, hogy hát attól, hogy én nekem van egy ilyen nyúlszáj farkastorkom, még rádiós podcastot csinálok a haverommal, ami tök menő dolog, tehát hogy én nem vagyok emiatt más, mint a többiek, aki emiatt engem viszont megkülönböztet, az nagyon tudom sajnálni, hogy neki ennyire szűkös az értékrendje. Szóval igazából ez a szép az X-Men történetekben, hogyha mélyére lesünk, akkor tényleg a kirekesztettségnek, a negatív megkülönböztetésnek a teljes spektruma megtalálható benne, így kvázi mindenki megtalálhatja benne azt az irányvonalat, amivel tud azonosulni. És ez valahol nagyon szép dolog, hogy egy popkulturális termék, ráadásul pont egy formálódó jellemet, hiszen alapvetően a képregények azért tinédzsereknek szólnak, valljuk be, őket meg tudja szólítani, és olyan formában tudja inspirálni őket, hogy legyél elfogadó, legyél toleráns. Mert te is lehetsz az, akit egyszer majd valamiért ki fognak taszítani, nem kell külső jegyeket magadon viselj ahhoz, hogy téged azonnal megkülönböztessenek, lehet ez a vallás akár, lehet az, hogy nő vagy, vagy férfi vagy, lehet a nemi identitásod, a nemi irányultságod. És bármi egyéb, amivel lehet stigmatizálni egy egyént. Az a kérdés szerintem az X-Men filmeknél, hogy ezt az imént felvetett problémát, ezt mennyire tudják a középpontba állítani, vagy mennyire maradnak meg egyszerű képregény adaptációknak, amiben mellékesen van egy ilyen szál is. Valahol igazából mind a kettő igaz szerintem az X-Men filmekre. Tehát, hogyha megnézed a legelső részt, ugye annak már eleve az az alcíme, hogy a kívülállók. Ez már determinálja eleve, hogy ez egy olyan outsider group, aki valami miatt kilóg az egyébként konzum társadalomból. A harmadik rész jár ehhez a legközelebb, ugyanis ebben a részben az emberi társadalom ugye képmutató módon felajánlja a mutáns társadalomnak annak a jobb életnek a lehetőségét, hogy akik nem akarnak tovább élni a mutáns képességeikkel, mert itt nem minden esetben erőről van szó szerintem,
azok beadhatják maguknak ezt a szérumot, és kvázi emberré transformálódnak a mutáns gén megszűnésével. Ugye ez gyakorlatilag egy teljes fajnak a kasztrálását jelenteni. Ami meg azért is képmutató dolog, mert hiszen valójában a mutáció, mint olyan, azért ez nem egy rossz tulajdonság. Tehát az az evolúciónak a velejáró tulajdonsága, hogy egyszerűen folyamatosan fejlődünk, jobbá válunk, és mint ahogyan a Neandervölgyit fölváltotta a Homo sapiens, az X-Men filmekben a Homo sapiens majd szépen fölváltja a Homo superior, aki már valamilyen természetfeletti képességekkel rendelkezik majd. Miért kéne ettől megfosztani valakit? Hát nyilvánvalóan amiatt, mert azért alapvetően ebben a társadalomban, amiben élünk, abban az a normális, amit a legtöbben művelnek. Ami a legtöbb emberre jellemző, az az általánosan elfogadott és a legigazabb dolog. Ha te bármilyen tekintetben kilógsz ebből a sorból, veszélyezteted ennek a társadalomnak a biztonságát. Mondok egy baromi egyszerű példát, Her című film, megvan az a jelenet, mikor a Bukowskiék bemennek az öltönyös buliba, és utána elkezdenek az asztalon táncolni. Hát mennyire kilógnak onnan szerencsétlenek, és az a csoportosulás, ez nyilvánvalóan attól fél, hogy tönkrevágják a bulit, ez be is következik, ez a dolog, és valahol itt ebben van szerintem a magja ezeknek a képregényeknek és a filmeknek, és ebben van a legnagyobb felelőssége is. Mert ugye az X-Menben alapvetően két fajta ellenállás van. Az egyik a Xavier professzor által vezetett iskolának a békés együttműködő ellenállása, a másik pedig a Magneto testvériségéjé. Ami pedig ugye szintén történelmi példákat vethet elénk, hiszen hogyha a Xaviert behelyettesítjük egy feketék jogaiért küzdő és egy teljesen barátságos, intelligens, kooperatív módon viselkedő vezető szerepébe, értsd Martin Luther King, ha Magnetót pedig behelyettesítjük a teljesen szélsőséges és destruktív Malcolm X helyére, akkor ugyanazt a párhuzamot vélhetjük felfedezni, ami a valóságban és a képregényben egyaránt fellelhető. És ott sincs másról szó, mint arról, hogy a feketéknek ugyanolyan jogai legyenek, mint a fehérbőrűeknek, a képregényben pedig a mutánsoknak ugyanolyan jogai és elfogadottsága legyen, mint az egyébként hétköznapi honpolgároknak. Vetítsük ezt le szerintem egy picit a mai magyar társadalomra, amikor ugye előszeretettel használnak politikusok, közemberek, celebek olyan kifejezéseket, mint a zsidó háttérhatalom, a cigánybűnözés, meg a meleg propaganda. Én ettől a háromtól borzasztóan rosszul vagyok, mert ez három ilyen koholt hülyeség igazából. És szerintem, hogyha egy tínédzser akár az X-Men képregényeken keresztül fel tudja azt fedezni, hogy nagyon sokszor ezekkel a jelzőkkel azért illetnek embereket, mert vannak rá precedens értékű dolgok, hogy ezek a közösségek, akiket most itt felsoroltam, valamiért egy kirívó tettel magukra haragíthatnak embereket, akkor az egész kisebbségre onnantól sokkal egyszerűbb ráhúzni a vizes lepedőt, és gyakorlatilag a nullával egyenlővé tenni őket, mint hogy esetleg végiggondolni, megérteni, átgondolni, befogadni, megegyezni ezzel az adott csoportosulással. És szerintem a Roboraptort is részben emiatt szeretnénk csinálni, hogy egy picit jöjjünk rá arra, hogy nem mindenki rendelkezik ugyanazokkal az értékekkel, mint mi magunk, és az, hogy nem rendelkezik ugyanazokkal az értékekkel, nem azt jelenti, hogy az ember rosszabb vagy jobb, mint mi, hanem máshogy gondolkodik. Ezt nyilván, amikor a közel-kelet felé nézünk, akkor ezt egy picit még nehezebb erről beszélni, ahol ugye vallási háborúk törnek ki, amint gyerekek vívnak, és asszonyok robbantgatják fel magukat Allah nevében, de azt gondolom, hogy még ezek is olyan dolgok, amiknek jobb és érdemesebb a mélyre nézni, mint hogy első blikre elítélni az egészet. És van még egy vetülete ennek a Xavier Magneto kapcsolatnak, hogy szintén a magyar közbeszédben a szegregáció, integráció kérdése az mindig egy ilyen kardinális kérdés. És ugye Xavier az, aki elvonul a mutáns gyerekekkel a tehetségkutató intézményébe, és ott próbálja őket kiképezni és felkészíteni arra, hogy milyen lesz majd a többségi társadalomban együtt élni, addig a Magneto pedig ennek tökéletes ellentéte, ő azt mondja, hogy itt nem kell elzárva bujdokolni, itt a közös együttélésnek
mondjuk az ő szempontjából egy kicsit vehemens módon az az értelmezése, hogy akkor most itt mi rávetítjük másokra a hatalmunkat, de hogy alapvetően a szegregáció-integráció kérdése szintén egy fellelhető párhuzam. És az a legszörnyűbb, hogy szerintem, tehát hogy nem igaza lehet közöttük abban a tekintetben egyenlőség jelet tenni, kinek van igaza, mert ha akár mondjuk, ha csinálsz egy csak cigányoknak való iskolát, ahova cigány gyerekek járnak, ugyanúgy elvégzik ugyanazt a tananyagot, amit egy akármilyen másik ember, az legalább annyira negatív hatású, mint az, hogyha így válogatatlanul mindenfajta embert összeeresztenél egy iskolába, és most direkt nem faji kérdésekre gondolok a második példámban. Tehát, hogy hiszem, egyik sem igazán jó megoldás, mert ugye az egyik már önmagába tartalmazza azt, hogy te magadra kívülállóként tekintesz, lásd Xavier iskola, és ugyanúgy a Magneto is magára kívülállóként tekint, csak ugyanakkor nem a jó eszközökkel próbálja magát megkedveltetni az emberekkel. Hogy mi a jó eszköz, azt én nem fogom tudni megmondani. Szerintem ez alapvetően ott kezdődik, hogy gyereknevelés, iskoláztatás az átlagos életedben milyen nyitottsággal tudsz lenni mások felé. Szerintem itt nem is az a lényeges, hogy egyértelműen tudjunk valamilyen választ adni arra, hogy mi a jó vagy mi a rossz. Itt ebben az a jó, hogy kérdéseket tesz föl, és te, mint olvasó, amikor ezt fogyasztod, akkor ezt így tovább gondold egy kicsit, és polemizálj magadban, hogy igen, azért ennek azért van kőkemény valós alapja is. Az X-Men harmadik részében található ez a szérum, amitől utána normális, idézőjelben normális emberekké válhatnak a mutánsok, az meg kb. Ugyanaz, mint amikor a századfordulón még azt gondolták, hogy a homoszexuálisokból heterókat lehet faragni, hogyha sokkolják őket. Vagy mint ahogy a coming out gondolja, hogy elvintik őket robogóval. Egy tompos kátyával egyetemben, akkor majd heteróká válnak. Szóval tényleg azokat a sztereotípiákat nagyon szépen felsorakoztatja az X-Men történet, ami egyébként a mindennapjainkban is szerepel. És itt értünk körbe, és értünk el a Days of the Future Past-hez, aminek az alapötlete az, hogy őrrobotokat hoznak létre, amik kiszűrik a társadalomból a mutánsokat, és őket pedig elkapja, elpusztítja, tovább kísérleteznek rajta, stb. És ugye a filmben nevéből fakadóan is a jövőben járunk, egy teljesen disztópikus jövőben, ahol ezek az őrrobotok már nem csak a mutánsokat kapják el, hanem azokat a sima mezei hétköznapi embereket is, akiről feltételezik, hogy a fiúk, unokájuk, dédunokájuk szintén majd mutáns lehet, így kvázi szépen permanensen kipusztítják az egész emberiséget, és marad egy maroknyi csapat, élénk Xavierrel, akik próbálnak ez ellen tenni. A Days of the Future Past film az a filmek között is szerintem az első komolyabb tartalommal bíró film, éppen a korábban felsoroltak szép párhuzamba állítása miatt. Másfelől pedig azért, mert szerintem soha nem volt ennyire kiélezett a helyzet kívülállók, társadalmi normák tekintetében, és külön nagyon-nagyon jó ebben a filmben, hogy a mutánsok, különösen szerintem az elején Xavier, teljesen átlagos emberként vannak feltüntetve, akiknek brutál, óriási nagy magánjellegű problémáik vannak, ami teljesen független attól, hogy te mutáns vagy, vagy nem vagy mutáns. Kiderül az, hogy a Magnetóról, hogy lehet, hogy a jó szándékod is néha rossz helyzetbe tud téged keríteni, és a Mysticről is kiderül egy csomó-csomó olyan info, amit korábban nem nagyon gondoltunk volna szerintem ezekről a karakterekről. Már csak azért sem, mert ugye azért az eredeti trilógiában valamennyire nagyon jó, nagyon rossz. Tehát így volt beállítva a Xavier Magneto páros, és most már árnyalva van mindkettőjüknek az egyénisége. Teljesen meg tudom érteni mind a két felet. Tehát ez az, amit elért szerintem ez a film leginkább, hogy tehát hogy azért mondtam most csak ezt a három szereplőt, mert a trailerrel ellentétben, ami nagyon félrevezető, nem Wolverine a főszereplője a filmnek, hála a jó égnek, hanem ez a három ember, akik nem is feltétlenül kizárólag csak érzelmi háborúskodásban vannak egymással, hanem eszmei
ellentétek alakulnak ki közöttük, három teljesen különböző álláspont alakul ki a mutáns kérdéssel kapcsolatosan. Nem lövünk le nagy spoilert ezzel, ugye eleve a jövőből, amikor visszaküldik Wolverine-t, hogy változtassa meg a múltat, hogy ez a helyzet ne alakulhasson ki. Azért nem mondjuk ki a Wolverine-t magyarul, mert nem használjuk az F betű szót. Tehát amikor visszaküldik Wolverine-t a múltba, akkor ezt Xavier és Magneto együtt teszi meg. Tehát a jövőben ez a két úriember válvetve egymás mellett harcol, mint ahogyan azt tették a leges legelején. És ez meg megint egy ilyen szép párhuzam, hogy... Ez egy jó kerete a történet. Jó kerete, meg megint egy reflektálás a valóságra is, hogyha már említettük Martin Luther Kinget és Malcolm X-et, Malcolm X a élete vége felé, ami egyébként 39 éves korában véget ért egy merénylet kapcsán. Csak úgy, mint Martin Luther King esetében. Ő azért már kezdett visszavenni ebből a extrém hozzáállásából a fehérekkel való megnyilvánulásai kapcsán, és egyre inkább elhitte azt, hogy azért nem mindenki van a feketék ellen, hanem vannak olyan fehérbőrű emberek, akik ugyanúgy szívükön viselik az afroamerikaiak sorsát. És itt, ebben a filmben pedig Malcolm X, a.k.a. Magneto, ezt szintén belátja, és a végén csak összefog Xavierrel, hogy együtt tegyenek valamit, nem csak a mutánsokért, hanem úgy unblock az emberiségért. És a másik nagy találmánya ennek a filmnek, hogy végre egy olyan blockbustert kapunk, ami nem erre a féktelen destruktivitásra helyezi a hangsúlyt, és nem az van, hogy lelakjuk fél New Yorkot, meg San Franciscót, vagy egyéb bármelyik random amerikai nagyvárost, hanem egészen mások a hangsúlyok. Jó, Magneto ugyan fölkap egy stadiont, és azt így le is rakja a Fehérház zöldjepére. De el tudom fogadni, hiszen ő Magneto, aki erre képes lehet, de egyrészt képes, másrészt pedig megvan rá az oka, hogy miért teszi. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor én most itt elpusztítom a világegyetemet és az időt meg a teret egyaránt, hanem annak megvan az oka a filmben, hogy miért tesz ilyet. És minden akció annak azon szemüvegen keresztül mégis csak mutáns szuperhősökről van szó, teljesen racionális, meg realista igazából. És nekem ez például különösen tetszett, amit mondtál, hogy egyáltalán nem azzal voltam elfoglalva, hogy milyenek az akció jelenetek, amik nagyon-nagyon szépen vannak kivitelezve, de soha nem lógnak át egy ilyen túlzásba igazából. Tehát ezen a világon belül teljesen jól működnek, mert minden akció jelenet logikusan van felépítve, gondolj csak a Quicksilvernek a gyorsulásos jelenetére, ami szenzációs egyébként. És már nem tudom, hogy melyik kritikában olvastam, de ezt így megismétlem, és elnézést a szerzőjétől, hogy itt pontatlanul idézem, de tényleg spin-offért kiállt, mert hogy ebben a csávóban van valami. Annál is inkább, hogy ugye van egy nagyon-nagyon szép utalás a Magneto és Quicksilver kapcsolatra, amint most nem fogunk elszpoilerezni, egyetlen nagyon finom mondat, ugye az eredeti képregényben apa és fia, de nincsen ez se beleerőltetve a sztoriba, hanem egy nagyon finom mondattal el van intézve, amit én különösen szoktam szeretni, hogyha elegánsan oldanak meg ilyen adaptációs anomáliákat. És amíg az előző epizód, a First Class, tele volt olyan kis hibákkal, ami mondjuk így az egész X-Men kánont egy kicsit így megbolygatta, és voltak benne olyan részek, amik főleg az eredeti trilógiát vizsgálva összetűzésbe keverednek egymással, azért a Days of the Future Past próbálja ezeket így elsimítgatni. Hát szerintem nem csak, hogy próbálja, hanem gyakorlatilag ő megoldja ezeket a problémákat. Jó, persze, mondjuk azokkal nem tud mit kezdeni, hogy például továbbra is a Kyklopsznak az öccse, a Havok, az miért fiatalabb, mint maga mert Kyklopsz. Mert valószínűleg ő az apja lesz egyébként a Scottnak. Hát fene tudja, hogy ebből aki mit egyébként, hoznak ki megint csak belőle. Úgy a képregényben, ő egy űrkalóz egyébként, úgyhogy... De tehát nem arról akarunk beszélni, hogy a képregény azért jobb, mert meg és a film meg izé. Az tök jó ebben a filmben, hogy nyilvánvalóan nem lehet egy az egybe adaptálni képregényt, könyvet, verset, akármit filmre, de nagyon elegánsan, elfogadhatóan vannak megoldva ezek az adaptációk. Szemben például a Wolverine filmben, amiben a Deadpool mi az Istent keres ott egyébként, és nagyon ügyetlenül van kihasználva az ő karaktere szerintem. Na mindegy, tehát hogy a Days of the Future Past ebből a szempontból nagyon-nagyon erős darab, hogy szépen adaptál. Ezt a filmet azért nagyon nagy felhajtás
övezi, övezte. Mindannyiunknak elég nagyok az elvárásai vele kapcsolatban, és picit, amikor beültünk megnézni, akkor én is nagyon-nagyon nagy felfokozott jókedvel vártam ezt az egész filmet, és miután megnéztem, azt mondtam, hogy jó, de... Aztán most, hogy aludtam rá egyet, most már így tudom egy kicsit jobban helyén kezelni a dolgot, és itt biztatnám a podcast hallgatókat is arra, hogy ha elmennek megnézni, azért nagyon-nagyon sokat ne várjanak ettől a filmtől, vagy legalábbis ilyen hatalmas szuperlatívuszokat semmiképpen sem, hanem próbálják meg jól érezni magukat a film közben, és akkor fogják is. Ezt tudod, mi ez a, mire jó példa ez a film? Arra, hogy hogyan kell jó második részt csinálni. Pontosan. Egy készülő univerzum építő trilógia közepén. Nem úgy, mint a Thor 2-nél, nem úgy, mint a Vasember 2-nél. De nem, ez azért nagyon működik ez a film, mert mind reflektál a legelső trilógiára, és akkor ugye így a jövőre, és egyaránt reflektál a First Class-ra, ami pedig a múlt, tehát nagyon-nagyon szépen be van ékelve a múlt és a jövő közé ez a film. Nagyon-nagyon elegáns. Tényleg nem tudom máshogy mondani. És amíg ez a Pókember 2-nél nem működött, hiszen ott annyi mindent akartak belezsúfolni a 2,5 órába, vagy majd 2,5 órába, hogy egyszerűen egy széteső katyvaszt kaptál. Itt tényleg nagyon elegánsan van minden megoldva. Ráadásul szerintem ezzel sem spoilerezünk nagyot. Úgy egészíti ki az eredeti trilógiát, hogy közben egy kicsit megváltoztatja és átértelmezi, és egy nagyon jó irányvonalat ad arra nézve, hogyha ennek az univerzumnak majd lesznek mindenféle elágazódásai, akkor hogyan lehet folytatni ezt a franchise-t. És ebben nagyon ügyes és nagyon okos. Én azt mondom, ne is szaporítsuk tovább a szót, mindenkit arra biztatunk, hogy ezt feltétlenül nézzétek meg moziban, ne szinkronosan, mert sajnos az... Én nem is... Mi lehetett a baj a szinkronra? Nem tudom. De hogy olyan... folyamatosan azt éreztem... Mint egy kútból beszél. Kútból beszélnek a szinkron színészek. Vagy néha le van vág. Tehát, hogy itt valamilyen... Nem szeretem pufogtatni ezt a szót, de borzasztó igénytelen volt a magyar szinkronja. Mindegy, ezt tegyük félre. Mindenképp moziban nézzétek meg, mindenképp aludjatok rá egyet, miután megnézitek, és feltétlenül gondolkodjatok el az általunk felvetett kérdéseken, amit az adás elején felvetettünk, mert ez a film ez nagyon-nagyon elegánsan veszi elő ezeket a fontos társadalmi kérdéseket. Úgy, hogy közben humoros is, és nem alpári humor van benne, hanem kedves, elegán, igazi, elegáns. Ezt elegáns, az elegáns szót már nagyon sokszor használjuk. De tényleg, ez a film elegáns. Ez egy úriember. Ez a film egy úriember. Ez a film, ez bejön a kávézóba, hogyha hölgy vagy, akkor kihúzza előtted a széket, megállja, míg leülsz, alátolja, rendel neked egy martinit, és elcseveg veled nagyon-nagyon elegánsan. Úgyhogy nincs mást mondanunk erre az egészre, mint azt, hogy Varga Tamásnak átengedjük a terepet, hogy mondjon egy osztályzatot rá, bár tök felesleges, mert amit így elmondtunk róla, Larry szerintem, hogy mi a véleményünk. Hányost adnál? Én 2-es osztályzatot. Nem, 8-at. Ez a film egy 8-es film. Nézzétek meg, szórakozzatok jól, és hallgassatok minket jövő héten is. Valamint szolgálati közlemény következik május 24-én a Bemoziban 2 órától X-Men rajongói napot tartunk, 3 filmet fogunk nektek levetíteni, találkozhattok velünk élőben előadás keretén belül, valamint a kulton.hu-s fiúkkal fogunk egy kerekasztal beszélgetést tartani az X-Menről. Többek között erről a filmről is, és még sok minden másról. Lesz rozsomák hasonmás és filmkvíz is, úgyhogy gyertek el! Nagyon király, meglepő ajándékaink vannak a számotokra. Szervusztok! Szervusztok! Ez a film a Raptor skálán 8-as osztályzatot kapott. Ennyi volt mára a Roboraptor. Ma már nem tanítlak többre. Oszlasd el a kételjeit. Végre.